A 4-es számú főutat a 300-304-es kilométer szelvény között lezárták, a forgalom most újból Berkeszen keresztül halad. Az elkerülő szakaszon egy átteresznek az építése történik, és ezért átterelték a forgalmat most a lakos, tehát a belterület felé. Ez valamikor közel 10 évvel ezelőtt volt, amikor hozzá voltunk szokva, hát azért ilyen nagy forgalom nem volt abban az időszakban, most már egyre nagyobb van. A polgármester szerint az ott élők már szinte el is felejtették, milyen volt az elkerülő megépítése előtti időszak. A Magyar Közút tájékoztatása után a település vezetősége értesítőket küldött ki a helyieknek, jelezvén, hogy pár hétre újból a településen halad majd át a forgalom. Vissza kell szokni a közlekedést, ugye, a kamionforgalmat, az átkelést a 4-esen, tehát nem úgy történik, hogy most nyugodtan sétálunk, hanem szét kell nézni, és akkor úgy lehet feljönni. Illetve az iskola kezdés, tehát szeptember 1-e, ez még szintén bele fog esni, tehát ezért is mindenképpen kellett tájékoztatni a település lakosságát ezzel kapcsolatban. A fejlesztések várhatóan szeptember elejére fejeződnek be, akkor áll vissza a normál közlekedési rend.